Üdvözlök, ismét talán. Mindenkit! Újabban minden nap ez a livestream. Nagyon sok internet. El lehet gondolkodni. Nem az a gond. Nincs semmi videótartalom. Az a gond, hogy az ördög az elmúlt 3 évben egyre jobban felerősödött. És mindent megtett, hogy ismétlen még rosszabb eset, hogy ebben a 3 év alatt romlottam meg a legtöbbet. Legtöbbet 3 évben, meg azelőtt. Években. Egyszerűen ismét elkezdtem utánozni ezt a reklámokat, amiket itt oszogattam. De ez egyszerűen felháborító. És nem mehet ez így. Már egy napja nem néztem se filmeket, se sorozatokat. Azelőtt még 5 hónappal nem néztem, és egyszerűen az ördög megkísértett, hogy képtelen voltam nézni a YouTube-on filmet, 2 darabot, és most erről ismét le fogok szokni. Mert tudom én azt, hogy az ördög mivel az egész. Most így legyen ilyen kicsi más téma, és látni, hogy vannak ilyen üzletek, ilyen trendy cikkek, és mind-mind a tanulszeretnek a műve. Nézzük meg, mi az újabb divatok. Az ebájon milyen újabb vackokat lehet rendelgetni, és meg lehet tudni, hogy mikre is jók, meg mire nem. Lehet látni! Rámegyek. Milyen kis vackokat jönnek be. Szokás szerint vannak ezek a kategóriák. A Nike, Krömlak, telefonok, PlayStation, Samsung és az Apple. Ezek egyik legtrendibb vackok. Azt jelenti, hogy ilyesmit nem kell vennem. Se Nike-ot, se ilyesmi, se ugrén. Mert mind-mind az ördögnek az eszközei. Több is van. De látni. Órák vannak. Labdák. Telefonok. Mennyire is jók. Mennyire nem. Nem lehet tudni. Ilyen krémek. Hogy fölöslegesek. Itt vannak, addig látok, mind-mind fölösleg. Azért, ha netán rendesen mozogtatok, mert nem nézhetek semmilyen virtuális világot, egyszerűen nincsen rá szükségetek. Nagyon fontos megvennem. Nagyon fontos mindent megvennem. Látom, a másiknak az van. Ez egy rossz gondolkodás, másik. A gyengelme mindig szeret másikhoz vonzódni. Hasonlogatni magát hozzá. Annak is az van, nekem is az kell. Ha többen úgy viselkednek, akkor nekem is úgy kell viselkednem, és ugyanazt a téma. Melyik sorozatot nézted meg a TV2-n? Voltak ilyen témák, nem emlékszek még rá, hogy sorozatot néznek. Sorozatok! Itt vannak. Amik itt vannak, én nem egyetlen egyet sem láttam. Nem is tudom, hogy mik ezek, nem is érdekelnek. Mert tudom azt, hogy egy mozgóképet nézek.
ami virtuális élvezeteket, örömöt ad, az nem jóhoz vezet. De nagyon sokan ezt nézik, az nem érdekel. Én mondom azt, hogy helyesen gondolkodik valaki, az nem néz se filmet, se sorozatot, se játékot nem játszik. Mert tudja, amit a saját agy kreál. Például feltöltéseket csinál, streamelget, mást is csinálhatna, mást is lehet csinálni. Arról lesz szó, lehet GeForce-ozni is, közben egy kamerázni, de arról van szó itten. Hogy aki ebben él, annak komoly gondjai vannak. De itt azt hiszi, hogy nem betegségben szenved, mert rá lett szoktatva. Óvodás kora óta 4 oroszából, és egyszer 2,5 oroszán át kellett néznem virtuális világot. Ez egy nagy kínzás forma volt. Több kínzási forma is volt. 5 percet szünetben kellett könyörödni, hogy nézzék tovább a filmet. Az a legnagyobb szégyen, ha visszaemlékszek még, hogy én is könyörögtem. Ez egy olyan szégyen számomra. Összesebben megfognám azt az egyént is, jó felpofoznám, agyonütném. Ez egy másik téma, azt tartozik, ez nem most ide. Rá lettetek szoktatva ezekre a sok filmekre, sorozatokra, rajzfilmek, itt nem tudom mik voltak, ami mindenki tudja, hogy ezek károsak. Meg a rajzfilmek is. Mind-mind károsak. Mind. Nem a gyermekre nézve, hanem a felnőttre is nézve, nagyon káros hatásai vannak. De a videóban is megemlítettem, hogy nem tudnak különbséget tenni azon, hogy mennyit is ront az agyuk. 30 vagy 40 év után sem veszik észre, de hogyha már szednek például, kipróbálják ilyen heroinokat. És hogy vannak ilyenek, ezt észreveszik, de a gyenge elméjüknek köszönhetően túladagolják, és egy-kettő eltávoznak. Normális rend. Jó, járnak valakik, akik meg nem annyira. Hogy én próbálok leszakni, már nem sikerült. De egyszerűen 5 hónap után visszaszoktam rá. Nehéz! Azért, mert mindig gyenge az agyam. Régebben nem volt ennyire gyenge az elmém, de az évek alatt megromlottam. Ezt teszi a hülye rászoktatások hatásai, hogy legyengül az elme. Nagyon sokan nem tesznek semmit se, beletörődnek. Ha, a Zavó néni 4 oroszából 2,5 óra osszát nézett rajzfilmet. Otthon is ugyanannyit lehet nézni. Nem is semmi baja se a gyermeknek. Tipikus rossz gondolkodás. Mód. A gyermeket nem volt semmilyen virtuális világot adni nekik. Többet ér el, hogyha azt nézi, hogy mit művelnek a szüleik, nem pedig nem virtuális világot nézeget, akik ilyen filmek, amiket láttam, vagy ilyen nélkül mondom, hogy voltak ilyenek, hogy kirakva a gyermek közben meg a szülei ott a nagyban intézkedtek egymás között. Van ilyesmi is. És az is sem annyira káros, mint hogy folyton rajzfilmeket néznek, meg egyéb más mindent. Hogy ez károsak, ilyen, itt nem tudom, ilyen pofák vannak. Mind-mind káros. Károsabb, mint a heroinozás, meg egyéb más drogák. És megváltozott az arca neki.
és megöregedett a herointól. Úgy van beállítva, mennyire káros, de ennél károsabb sokkal a tévé nézés, meg a virtuális webben való évezgetések. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!